Átjelentkezés. Aki nem lakóhelyén szavazna az október 2-ai népszavazáson, az egy egyszerű kérelem beadásával átjelentkezhet szeptember 30-áig. Programok. Pénteken kezdetét veszi az augusztális rendezvénysorozat. Útlezárásokra kell számítani. Vége. Megszűnik az ipari málnatermesztés Magyarországon. Ez a Dunaújváros TV híradója. Köszöntöm Önöket! Lakóhely. Az október 2-ára kiírt népszavazással kapcsolatban a választópolgároknak lehetőségük van a lakóhelyüktől eltérő településen voksolni. Az átjelentkezési kérelmeket benyújthatják személyesen, papír alapon, illetve elektronikusan is. Az ügyintézés határideje szeptember 30-a. A Nemzeti Választási Iroda kipostázta azokat az értesítőket, amik tartalmazzák az október 2-ai népszavazás legfontosabb információit, így például meghatározza azt a helyszínt, ahol letehetjük voksunkat. Mivel én ezen a napon nem tartózkodom az értesítőben meghatározott településen, ezért elindítottam az átjelentkezési kérelmemet. Átjelentkezéssel történő szavazással kapcsolatos kérelem. Itt a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárhat kérheti, hogy lakcími szerinti szavazókörtől eltérő magyarországi településen adhassa le a szavazatát. A választás.hu internetes oldalon mutatja azt a felületet Molnár Attila a jegyző, amin a leggyorsabban és a legegyszerűbben intézhető az átjelentkezési kérelem az októberi népszavazáshoz. Ebben az esetben a kérelmeket 24 órán belül feldolgozza a helyi választási iroda. Az ügyintézés lehetséges az elektronikus út mellett személyesen, illetve papír alapon is. Innentől kezdődik az adatfelvitel, de fel kell vinni a személyes adatokat. Családi név az első. Az ügyintézéshez érvényes személyazonosító okmányok szükségesek, így személyigazolvány és lakcímkártya. A kérelem kitöltése után a helyi választási iroda dolgozza fel a kérelmet és hozza meg a jóváhagyó határozatot. A választó, amikor benyújtja a kérelmét, akkor azonosítjuk őt, majd elkészítünk egy gépi ellenőrzést is, és megvizsgáljuk, hogy a központi névjegyzékben szereplő adatai megegyeznek-e a kérelembe foglalt adatokkal. Ha ez rendben van, akkor a kérelmét jóvá hagyjuk, és a Nemzeti Informatikai Rendszer, Nemzeti Választási Rendszer pontosabban készít egy jóváhagyó határozatot, amely alapján a választópolgár átvezetődik. Kiválasztott település, Dunaújváros. Ide meg kell adni, hogy hol kíván szavazni, be is hozza. Az átjelentkezéssel az állampolgárok belföldön, az általuk megjelölt településen voksolhatnak. A kérelmek beadására, illetve visszavonására szeptember 30-án 16 óráig van lehetőség. Abban az esetben, ha a választópolgár külképviseleti névjegyzék bevételét kéri, azt szeptember 24-én 16 óráig igényelheti. Körülbelül 5 perces online ügyintézéssel eljuttattam kérelmemet a helyi választási bizottság részére. A pozitív elbírálást követően október 2-án itt a Városháza C-szárnyában tehetem le voksomat. A DSTV híradóját Berek Szandra tudósította. Augusztális, idén is számos rendezvénnyel várja az érdeklődőket a kétnapos programsorozat. Az esemény miatt azonban Dunaújváros több pontján is módosul a forgalmi rend. A közlekedést a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság és a helyi polgárőr szervezetek munkatársai biztosítják. Idén is menet zenével és mazsorát felvonulással kezdődik az augusztális programsorozat már pénteken. A jubileumi 20. alkalommal megtartott rendezvényen részt vesznek határon túli zenekarok és mazsorett csoportok is. Augusztus 20-án szombaton is folytatódik a rendezvény. Reggel 9 órától a Szalki-szigeten lesz a fúvós zenekarok és mazsorettek műsora. Ezt követi Cserna Gábor polgármester ünnepi köszöntője, valamint a kenyérszentelés. Az ünnepi rendezvény koncertekkel és különböző bemutatókkal folytatódik. Zenica, illetve a Vasas Néptánc Együttes fog fellépni. Itt lesz velünk Lép Tamás, Paulo az afrotáncával. Igyekeztük most idén a nagy színpadra felvinni a sportrendezvények, ugye, mert hát, hogy Szent István Kupa ugyanúgy lesz idén is. Eredményhirdetését bízunk benne, hogy addigra véget érnek a bajnokságok, és tudunk eredményt hirdetni a színpadon délután 4 órától. Koncertek hada várja a kilátogatókat.
Aki messziről jön és autóval érkezik, számítson arra, hogy nem lesz egyszerű a közlekedés. Augusztus 19-én teljes útzár lesz a Bartók Béla utcában, a Dózsa-György út, Szórád Márton út, Városháza tér közötti szakaszon, valamint a Vasmű út, Városháza tér, Kossuth Lajos utca közötti szakaszon is. Másnap, azaz augusztus 20-án is forgalomkorlátozásra kell számítani. A Szalki-szigeten lesznek a városi rendezvények, ennek keretében a Szigeti úton lesz egy megállni tilos bevezetve, illetve a Szigeti úton nyilván nem lehet megállni, hogy a le- és fölhaladó járművek forgalmát ne zavarjuk ezen a kétszeressávos úton. Egyben, amennyiben a szigeti parkolók megtelnek járművekkel, akkor a szigetre való lejutás az meg lesz tiltva, és az üdülősoron lehet parkolni az autókkal. A közlekedést minden esetben a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság és a helyi polgárőr szervezetek munkatársai biztosítják. 4 évszak. Ezzel a címmel nyílik kiállítás a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara Kamara Galériájában csütörtökön este 6 órakor. A tárlaton Vasi Lili, a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola festő szakos tanulójának alkotásait tekinthetik meg. A műveket Pálinkás István ajánlja az érdeklődőknek. Munka a börtönben, nyáron is folyamatosan dolgoznak a Pálhalmai Büntetés Végrehajtási Intézet hangosi telephelyén. A tejelő tehenészetben a haszonállatokat az év minden napján el kell látni. A tejház kezelését végzi Nyíri Zsigmond elítélt. Ő is egyike annak a mintegy 90 rabnak, akik a Pálhalmai Büntetés Végrehajtási Intézet tejelő tehenészetében dolgoznak. Alapjában, mivel a tejház kezeléssel vagyok megbízva, ez abban merül ki, ami ugye a termelési oldalról beérkezik, annak a tárolása, a hűtése, természetesen a tejház tisztántartása, vegyi tisztítása, egyebek, ügyelni a hőfokokra, tej kiadására, tehát az elszállítás bonyolítására, alapjában ebben merül ki. Nyáron a meleg miatt még jobban oda kell figyelni a jószágokra. Ebben az időszakban a tehenek a meleg miatt kevesebb táplálékot fogyasztanak, és kevesebb tejet is adnak. Ennek ellenére naponta 3-szor fejik meg az állatokat. Általában úgy próbáljuk ezt megcsinálni, hogy minden egyes fejés után, ha visszamegy az istállóba, jószágot már várja a takarmány. Úgy van az egész megszervezve, hogy addigra tisztalom és takarmány várja a jószágokat. Akkor megkajálnak, lefekszenek, kérődnek, és ez az alapja a jó tejtermelésnek, hogy általában békén hagyjuk a jószágot. A tejelő tehenészetben, ahol mintegy 90 elitél dolgozik, csak nem 1000 haszonállatot tartanak. Az egy tehénre jutó éves tejtermés pedig több mint 100 hektoliter. Vége, megszűnik a málna termesztés Magyarországon. Ennek elsődleges oka, hogy itt túl meleg van. Másrészt nálunk veszteséges az előállítás. Szerbiában és Lengyelországban az olcsóbb munkaerővel kifizetődő. Eső áztatja a málna bokrokat a nagyvenyimi kertészetben. Ebben a gyümölcsös kertben minimális területen nevelik a növényt. Naponta 8-10 dobozt értékesítenek a piacon. Országosan azonban megszűnik ennek a gyümölcsnek az ipari termesztése. Hát nézze az helyzet, hogy hát ugye kevés a vevő, akkor nem tudnak mit csinálni a terméssel. Muszáj ellenni nekik, hogyha akarnak létezni, de hát ha nem nincs vevő, akkor viszont vége a dalnak. Az ipari málna termesztés megszűnésének elsődleges oka, hogy a szomszédos országaink, Lengyelország és Szerbia éghajlatban és olcsó munkaerő vonatkozásában egyaránt jobb feltételekkel rendelkezik. A jövőben ezek az országok látják el importtermékkel a magyar piacot. Ugye itt alapvetően a lengyelek ennek a nagy nyertesei, ugye a klímaváltozás náluk továbbra is hűvösebb klímát eredményez. Most ugyan rendhagyó nyarunk van, de hát nem is emlékszem rá, hogy az elmúlt 15 év, amikor volt ilyen hűvös nyarunk, talán egyszer volt egy ilyen nyarunk. Egy ilyen hűvös időjárás felelne meg a málnának, nem pedig azok a forró időszakok, amik nálunk vannak. Így az ültetvények, amiket 10-15 évvel ezelőtt ültettek, kiöregedtek, újakat nem ültetnek a termelők, mert nem éri meg. A friss étkezési piacra termesztett málna és szeder továbbra is megmarad. A magyar termék azonban kuriózumnak számíthat a termelés megszűnése után. Szerbiában
Szépkorú, ezúttal Gál Andrásné fogadta a város képviselőit, akik 90. születésnapi alkalmából köszöntötték. Nekem, hogy... Gál Andrásné, Ica néni 1926. augusztus 14-én született Szalkszentmártonban. Mint mondta, gyermekévei nem teltek gondtalanul, sok rossz dolgon ment keresztül, de köszönhetően a jó géneknek és a humornak a mai napig szellemileg friss és örök jókedvű. Gondolom azért, mert jó géneket szereztem magamnak, vagyis kaptam magamnak. Nagyon sok mindenem mentem keresztül, nagyon sok bánatom is volt gyerekkoromban, sokat éheztem, mondtam, hogy kóduni jártunk be a városba, mert kilaktunk a temetőnél, a téglagyárnál, ahol végül is kezdtem a munkámat. Cseléd voltam először úri helyeken, ott ragadt rám dolgok, olyan dolgok, ami az életben aztán ugye fel tudtam használni. Ica néni szereti Dunaújvárost. Mi sem mutatja ezt jobban, hogy 55 évet élt a Bocskai utcában, ahol, mint mondta, az ott élők valóságos baráti társasággá kovácsolódtak. Összekovácsolódtunk úgy, hogy nagyon jó volt. Nem veszekedtünk soha a lépcsőházba, egymásra voltunk utalva, egyiknek orvosság kellett, a másiknak hőmérő kellett, mert az nem volt neki, egy kis só, egy kis paprika, kinek mi hiányzott, és akkor zsírt egymásnak adogattunk, rizsát, ezt, azt, kinek milyen, akkor ugye még volt még szorulva az ember abban a kis kevés fizetésből, ami volt abban az időben, angyalom. És az én nevemben ja, ezt a szerény kis virágot, meg ezt a kis szerény ajándékcsomagot fogadja sok szeretettel. A köszöntés különlegessége volt, hogy a család kérésének eleget téve Gombos István humán ügyekért felelős alpolgármester úr mellett ezúttal Hingyi László önkormányzati képviselő is gratulált a 90 éves Ica néninek. Középfutamban a dunaújvárosi kenusa 19 éves Hajdú Jonatán másodikként ért célba előfutamában a riói olimpián, így bejutott a középdöntőbe. Ott azonban csak a negyedik helyet tudta megszerezni, így a C1 200 méteres kenuverseny számára véget ért. Edzőmeccs. A Ferencváros együttesét látja vendégül felkészülési mérkőzésen a dunaújvárosi acélbikák jégkorong csapata a jégcsarnokban csütörtökön este 6:30-tól. A gyakorló meccsen nem csak a taktikai elemeket tudják kipróbálni, hanem jó lehetőség az új játékosok beépítésére a csapategységbe. Az első jeges edzéseken még egymás ellen gyakorolták a taktikai elemeket a dunaújvárosi acélbikák jégkorongozói. Csütörtökön azonban már mérkőzés körülmények között is kipróbálhatják magukat Lee Gilbert tanítványai. Este 6:30-tól a Ferencváros csapatát fogadják a jégcsarnokban. Azért is gyakoroljuk most itt a taktikákat, meg nagyon sok meetinget tartunk, hogy mire kell odafigyelni, milyen taktikákat kell alkalmazni, milyen szituációkban, és ezeket is próbáljuk gyakorolni a jégen. Lee Gilbert, az acélbikák vezetőedzője, izgalmas mérkőzésre számít. Ferencváros ellen játszunk, érdekes mérkőzés lesz. Nemrég a szlovák extraliga bajnokával meccseltek, és csupán 5-2-re kaptak ki. Jól játszottak, és szerintem egy jó tesztelési lehetőség lesz számunkra. A csütörtökön este 6:30-kor kezdődő mérkőzésre a belépés ingyenes. Csütörtökön a Dunántúlon gyakran lesz erősen felhős az ég, és itt szorványosan valószínű zápor. A Dunától keletre a sok napsütést csak néha zavarják felhők, csak elvétve alakul ki gyenge csapadék. A csúcshőmérséklet 27 fok körül alakul. Most nézzük főbb híreinket még egyszer röviden. Átjelentkezés. Aki nem lakóhelyén szavazna az október 2-ai népszavazáson, az egy egyszerű kérelem beadásával átjelentkezhet szeptember 30-áig. Programok. Pénteken kezdetét veszi az augusztális rendezvénysorozat. Útlezárásokra kell számítani. Vége. Megszűnik az ipari málnatermesztés Magyarországon. Híradónkat látták, híreinket, műsorainkat megtalálhatják a www.dstv.hu hírportálon. Most kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak velünk továbbra is, viszontlátásra!
készült a médiatanács támogatásával.